Egyre több háztetőn jelennek meg a napelemek megyénkben, és ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódni fog, mivel Magyarország klímacéljai között egyebek mellett az is szerepel, hogy a hazai áramtermelés 90%-ának széndioxidmentesnek kell lennie. A területfejlesztési dokumentumainkban mindig különleges helyet foglalt, tehát lényegében kiemelt célként fogalmaztuk meg a környezetvédelmét, illetve az ehhez kapcsolódó feladatoknak a megoldását. Ugye itt most klímaváltozáskorát érjük, és most éppen ugye egy háború is dúl a szomszédunkban, amely még inkább jelentőséget, illetve fényt irányít arra, hogy a megújuló energiaforrásokra bizony komoly hangsúlyt kell fektetni, és meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyekkel ki lehet váltani a nem megújuló energiákat. Baracsi Endre elmondta, a környezetvédelem témája a politika fölött áll. Így a környezetvédelmi témák fontosságában konszenzusnak kell lennie annak érdekében, hogy a következő nemzedékek számára is egy élhető és fenntartható világot hagyjunk magunk után. A konferencia, valamint a projekt célja azonban nem csak az volt, hogy felhívják a lakosság figyelmét a megújuló alternatív energiaforrásokra, hanem az is, hogy a diákokat is meg tudják szólítani. Ennek érdekében nem csak önkéntes szemétszedést, de workshopokat, konferenciákat, környezetvédelmi fesztivált és egyéb szórakoztatva nevelő rendezvényeket is szerveztek. Azt tapasztaltuk, és ebbe az irányba indultunk el, hogy ha a gyerekeket meg akarjuk szólítani, illetve megfogni őket, hogy tudatosuljon benne ez a klímavédelemre, illetve a környezetvédelemre való nevelés, akkor ilyen játékos foglalkozásokkal, illetve színes programokat kell, hogy szervezzünk, és ezáltal tudatosuljon bennük, hogy amit nekünk meg kellett tanulni, illetve nekünk felnőtteknek alkalmazkodni kell, az már nekik természetes legyen, mint például az, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Azok számára, akik szívesen váltanának megújuló, alternatív energiaforrásra, segíthetnek az otthon felújítási támogatások, valamint a pályázat.gov.hu honlapon elérhető pályázati lehetőségek.